Sok szeretettel köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit. Önök hírperceinket látják, tartsanak velünk ma is. A hét elején megkezdődött a Zavar utcában a 8 férőhelyes parkoló kivitelezése. A munkákat a Balázs Közmű Kft. Végzi, a beruházás költsége 7.200.000 forint, melyet önerőből valósít meg a Répccel a kiönkormányzat. A kivitelezési határidő december 15-e. A Nyugdíjas Klub tagjai, a Város Üzemeltetési Kft. A tűzoltók és a művelődési ház munkatársainak segítségével a héten a városi Betlehem összeállításán fáradoztak. Az asszonyok a figurákat rázták, gatyába rendbe tették ruházatukat, és megújultak az arcok is. A férfiak az istállót állították össze. A vasárnapi első adventi gyertyagyújtás alkalmából rendezett összejövetelen városunk lakói és vendégeink már teljes szépségében csodálhatják majd meg. Szombaton Győrben egy nemzetközi karate versenyen vettek részt a Rakurai kis villámai. A versengésben 10 ország 281 indulója mérettette meg magát. Katában aranyérmet szerzett Bognár Luca, küzdelemben pedig Bognár Luca, Bogdán Szonya, Bognár Léna, Finta Zelma, Finta Csanád és Bota Sára. Ezüstérmet hozott haza Bognár Bogi, Tóth Mira és Jónás Alex. Kámán Márton, Nagy Nimród és Zsudi Gergő pedig az előkelő 4. és 5. helyeket szerezték meg. Gratulálunk minden karatékának! Szombaton a Répce sportcsarnok adott otthont az első Fit Rise légtánc versenynek, melyen a Répcraki Rise Aerial Arts versenyzői is képviseltették magukat. Budai Pete Zsófia edző büszkén tette közzé az Egyesület közösségi oldalán, hogy mennyire boldog. Sok lányom most versenyzett életében először, és fantasztikus eredmények születtek, kommentált a tréner. A részletek a Rise Aerial Facebook oldalán megtekinthetők. A légtornászok idén is megrendezik látványos karácsonyi gálájukat, december 21-én csütörtökön 17 órai kezdettel a sportcsarnokban, melyre a jegyértékesítés már meg is kezdődött. Labdarúgó csapataink az őszi szezon utolsó fordulójában a Spari FC csapatait fogadták hazai pályán. Az ifjúságiak trénere Tóth Zsolt előzőleg elmondta, nagyon jó lenne győzni a hasonló erőket képviselő Spari ellenében, mert ez komoly előrelépést jelenthetne a tabellán. Nagyon szerettük volna, hogyha egy győzelemmel két csapatot is magunk mögött tudunk, és akkor az március 3-ig, ha ránézünk, akkor nem a Répcalakot láttuk volna a végén. Hát kellemes meglepetésért olyan szempontból, hogy volt két felnőtt játékos, akinek szombat délutánra egyéni programja volt, viszont a 11 órakor kezdődő U19-es mérkőzés meg belefért az idejükbe. Hát én örömmel fogadtam őket, nyilván nagyon nagy erősítés volt. Németh Balázs és Csontár Péter szereplése a keretben még inkább megerősítette a győzelmi terveket. Emiatt még egy formai változtatást is megkockáztatott az edző. Annyit kockáztattunk, hogy a korábbi 3 belső védős játék mellett, ami a biztosabb védekezés segítette, illetve a kapu előtérnek a magabiztosabb védelmét, azt most 4 védővel oldottuk meg, 2 belső védővel. A meccs talán éppen ennek a szokatlan felállásnak a következménye képpen egy védelmi hibával indult, ami gyors vezetést hozott az ellenfélnek. Szerencsére aztán rendeztük a sorokat, és onnétól fogva már nem volt kérdés. Voltunk ezen a mérkőzésen annyira mentálisan erősek, hogy nem vette el a kedvünket, és meg tudtuk fordítani a mérkőzést. A szezon 2 pontszerző találkozójának konklúziójaként megállapíthatjuk, keretünkből nagyon hiányzik egy érett támadó játékos, aki az egyébként jól működő védelmünk mellett képes lenne gólhelyzeteket kialakítani és gólokat szerezni. Mindig megszerveztük a védekezést, meg volt a fegyelem, viszont a előrejátékban nagyon gyengék voltunk a támadózónába. Nagyon keveset tudtunk produkálni az egész szezonban, hát ha oda olyan minőségű játékosok
csapatokkal sikerülne erősíteni, akkor azért másképp néz neki a tabella. A rendkívül sok nehézséggel induló szezon szünetében Tóth Zsolt büszke csapatára. Büszke vagyok rájuk. Egyrészt kitartottak a vereségek után is, másrészt soha nem mondhattam egy mérkőzés után sem, hogy nem tettek volna meg mindent a lehetőségeikhez, illetve a képességeikhez mérten. Nem volt probléma a fegyelmezettségükkel. Sokszor több mérkőzéssel játszottak olyan szenvedéllyel, ami arra volt elég, hogy tisztességes vereséget szenvedjünk. Próbáltak mindig kiadni mindent magukból. Az utolsó forduló győzelmének köszönhetően U19-es csapatunk a tabella 14. helyén telel. A felnőtt csapatnak is reális esélye látszott a sikerre a hétvégén. Az előző heti biztató játék a hetek óta javuló forma és a hazai környezet egyaránt reménykedésre adott okot. Ám az ellenfél is győzelmi szándékkal érkezett, számukra épp oly fontos volt a pontszerzés, mint a répcelakiaknak, és a kezdés nekik sikerült jobban. A 15. percben vezetést szereztek, majd a 23. növelni is tudták azt. A répcelaki reményeket Szabó Bálint szögletet követő fejes gólja adta vissza az első félidő 29. percében, majd egészen a játék végéig folyt a küzdelem az egyenlítésért. Ez sajnos nem jött össze, viszont az ellenfél góltérő cserét hajtott végre a meccs vége előtt 2 perccel. Az előző 2 találat szerzője, Neubauer Christopher helyére érkező Pados Bálint gyakorlatilag az első labdaérintéséből eredményes volt, ezzel beállítva a találkozó 1-3-as végeredményét. Csapatunk a 15. helyen telel. A tavaszi szezon március 2-án kezdődik, csapataink hazai pályán fogadják majd a Boba együtteseit. U14-es kézilabda csapatunk Nemesvámosra utazott a hétvégén, ahol az Ajka és a Start csapatai ellen léptek pályára. Lányaink első meccsüket győzelemmel abszolválták, a másodikon viszont 25-23 arányban alul maradtak. Még egy forduló lesz számukra idén. Serdülő és ifjúsági kézilabdázóink múlt szombaton Celldömölkre utaztak az utolsó bajnoki találkozókra. U17-eseink fölényes győzelmet arattak, már a félidőre 12 gólos előnyt szereztek, melyet a második játékrészben növelni is tudtak. A vége 20 gólos győzelem lett. Ezzel a mérkőzéssel lezárult a bajnokság őszi szezonja, csapatunk az 5. helyről várja a tavaszi mérkőzéseket. Az ifistáknak sajnos sok hiányzója volt, így csak az előzőleg már egy meccset lejátszott serdülős lányok közül 6-tal kiegészülve tudtak kiállni. Az első félidő elég gólszegényre sikeredett, nehezen állt össze a támadójáték és sok volt a hiba. Horváth Zsóka remek kapus teljesítménye ellenére is 16 gólos hátránnyal fordultak. A második játékrész sokkal jobban sikerült, hatékonyabbak voltak támadásban és védekezésben egyaránt. A lányok küzdeni tudását mutatja, hogy a második félidőt, ha csak 1 góllal is, de megnyerték, így a vereség íze nem volt annyira keserű. A telet a tabella 6. helyén tölti a csapat, melyen a tavaszi szezon során javítani szeretnének. U10-es korcsoportú kézilabdásaink vasárnap Mosonszolnokra utaztak, ahol 2-szer léptek pályára a győri Eto korosztályos csapatai ellen. Lánykáink mindkét meccsen győzedelmeskedtek, melyhez szívből gratulálunk. Az év utolsó fordulójára december 10-én Győrbe mennek a lányok. Az U12-es kézilabdázók szintén vasárnap Esztergomba utaztak, ahol először Mosonmagyaróvár, majd Esztergom csapata ellen léptek pályára. Az első találkozó küzdelmes játék után egy győzelemmel felérő vereséggel zárult, a házigazda Esztergom ellen azonban megkérdőjelezhetetlen siker volt az osztályrészünk. Ennek a korcsoportnak még lesz fordulója, december 12-én Marcaliba utaznak. Felnőtt kézilabda csapatunk Győr Szemere ellen lépett pályára Koroncon. Sajnos több játékos nem tudta vállalni a játékot, így mindössze 3 mezőny cserével gazdálkodhatott Turai László edző. A meccset egy sajnálatos sérülés is beárnyékolta, Major Zoé bokája sérült meg, akinek ezúton is kívánunk gyors felépülést. Természetesen a lányok az utolsó percig nagyot küzdöttek, de szorosabb mérkőzést nem tudtak játszani.
A visszavágók még idén elkezdődnek, ebben az évben két mérkőzést fognak lejátszani. Múlt szombaton az utánpótlás futszálé volt a főszerep a Répce sportcsarnokban. Délelőtt az U9-es, délután pedig az U13-as korcsoport számára rendeztek tornát. Amióta a Bozsik labdarúgó tornákat és fesztiválokat kizárólag a körzetközpontban Sárváron tartják, azóta sajnos csak az láthatja kis tehetségeinket focizni, aki elutazik utánuk oda, vagyis jellemzően a családtagok. A szülőknek köszönöm ezúton is, hogy mindig hozzák a fiúkat, lányokat, tökéletes szülői közösség van, kellenek ők is hozzá. Szerencsére viszont a téli futsáltornáknak jellemzően a Répce sportcsarnok ad otthont, így hétvégén végre kis focistáinknak is szurkolhatott a hazai publikum. Tamási Roland edző elmondta, összességében elégedett csapatai az U7 és az U9 őszi szerepléseivel. A kisebbek ígéretesen kezdték az ismerkedést a labdarúgással, a nagyobbak pedig már csapatként funkcionálnak a pályán, győzelmeiket tudatos játékkal érték el. Próbálom úgy összerakni a srácokat, hogy U7, U9-ben is egy csapatot azokból, akik kicsit előbbre tartanak, egyet azokból, akik most kezdték a focit, és elmondta, hogy kellemes csalódás, mert az újonnan jött játékosok is mind pozitív élményekkel, majd hogy nem minden meccset megnyerve játszanak, a másik csapat, ahol már egy kicsit több elvárást támasztok, ők is hétről hétre jók, és tényleg jó játékkal, nem az, hogy csak szerencsével egy-egy volt rugdosnak, hanem látni azt, hogy végre kezdik megérteni azt, hogy a foci miről szól, hogy egy U9-be itt már csapatba kell gondolkodni. És én mindig azt mondom nekik, hogy most az eredmény annyira nem is mérvadó, mert gyerekekről beszélünk, de amikor már azt látni, hogy csapatformája van egy négy srácnak fenn a pályán plusz a kapusnak, az már azt jelenti, hogy már jó úton vannak. Roland szigorú edzőnek tartja magát, de úgy véli, hogy ez nem rettenti el a gyerekeket, hiszen a fegyelem is kell azokhoz az eredményekhez, melyek aztán motiváltá teszik őket. Nem bántásból vagyok velük szigorú. Volt egy edző, ami azt mondta, hogy addig örüljön egy játékos, hogy foglalkoznak vele. Most, ha már valakinek nem szólok, az már beszédes dolog szerintem, hogy miért nem. De próbálok nekik segítő szándékkal mindig. Most az, hogy ha kicsit hangosabban, úgy gondolom, egy szabadtéri focin, bozsikon vagy terembe nem fér bele, hogy suttogva beszélgetünk velük. És ennyi idős fiúknak meg már el kell viselni azt, hogy igenis, ha valami nem jó, akkor meg van nekik mondva. A tréner nagyon hasznosnak tartja a Bozsik tornák szezon szünetében megrendezésre kerülő futzál tornákat. Szerintem leginkább ez azért hasznos, mert itt nem standard bozsikos csapatokkal fociznak, és ezeken mindig erősebb garnitúrákkal tudnak játszani. Egy jó terem, jó csapatok. Itt mindenki végre bele tud kóstolni abból, hogy mi az, ami valóban nem a bozsikos foci. Hanem ahol olyan csapatok jönnek, ahol szintén elhoznak 7-8 gyereket, aki a jobbakat képviseli, és akkor azok ellen meg lehet mutatni, ki mit tud. A közös munka hozadéka aznap két szép győzelem volt a Csepreg és a Ják csapatai ellen. Bár a harmadik, Kőszeg elleni összecsapás vereséggel végződött, lesz lehetőség javítani. A következő fordulóra ezen a hétvégén kerül sor szintén Répcelakon, délután pedig a Tóth Zsolt által irányított U11-et láthatjuk. Az U13-as korcsoport szombaton délután játszott. Ebben a korosztályban két csapatot is indított a Répcelaki Ese, az A csapat kispadján Kovács Gábor, a B alakulatén Patko Ernő irányított aznap. A torna a két helyi gárda összecsapásával vette kezdetét, melyből az A került ki győztesen. Ők ezt követően legyőzték a csepregieket és a körmendieket, majd a Sárvár ellen betliztek egyet. A B-formációnak aznap nem sikerült győzelmet abszolválnia, de minden meccsükön szereztek gólt, sőt, nekik a napi győztes Sárvárnak is sikerült kettőt bepakolni. Az U13 következő fordulójára december 16-án kerül sor, szintén a Répce sportcsarnokban. Mai műsorunk véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekért, információkért kövessenek ezután is minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! A Répce TV szerkesztősége tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal és támogatásukkal minket.
Köszönjük alapítónknak, Répce lakváros önkormányzatának és személy szerint Szabó József polgármesternek a töretlen bizalmat. Hálásak vagyunk Csorbáné Farkas Teréziának, hogy a Szabeki Divat mindig rendelkezésünkre bocsátja a felvételekhez szükséges öltözékeket, ékszereket. Köszönjük Kovács Erikának, hogy az Erika Virágajándék Kft. Biztosítja számunkra a stúdió dekorációját. Vargánék Lebik Hajnalka a Bindvíd Szépség stúdióban hosszú évek óta készíti a bemondó frizurát, köszönet érte. Szintén köszönjük a Cell Kábel, a Celldömölki Kábel Televízió mindennemű segítségét működésünkhöz. Hálásak vagyunk a Savencia ZRT nagylelkű támogatásáért. Köszönettel tartozunk az Abért Autó Kft. Partneri együttműködéséért. Szívből köszönjük a Répcelek és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Renovo üzlet, a Prima Optika és a VIS Transz hosszú évek óta tartó segítségét. Nagyon szépen köszönjük Kis János és Kis Dávid egyéni gazdálkodók régóta tartó támogatását. Nagy öröm számunkra a Horvát Westbau Kft. És a Lakoma étterem bizalma is, köszönet érte. Köszönjük a CRS Group Kft.-nek a dekoratív és kényelmes munkaruházatunkat. Hálásak vagyunk legnagyobb hirdetőink a Rába Patyi Tetőbolt üzlet, a Resti Pizza, a Sárvári Szőnyeg Centrum és Matracház, az Emmer Ablak, az Ínyenc Húsbolt, valamint Molnár Erik és Szabó Norbert vállalkozók bizalmáért. Köszönjük a támogatást!